Én vagyok az, aki nem jó, fellegajtól nyitogató, jaj, jarana, jaj. Így szólt egy korábbi koncertjükön a Fellegajtó nyitogató című névdal feldolgozásuk. A Nélküle című dal is elmaradhatatlan egy-egy koncerten, holott egy 2007-es albumról, az Éber Álom című lemezről való. Nincs most koncertturnénk, viszont minden évet klubkoncertekkel kezdjük, illetve művelődési házakba lépünk föl. A koncertturné általában nyáron szokott lenni, ugye a téli és tavaszi időszakban pedig, ahogy említettem is, klub, illetve művelődési házas koncerteket adunk. Minden egyes koncertnek más és más a tematikája, a hangulata és a taloknak a sorrendje. Tavaly szinte teltház volt a színházban. A műsorunk általában úgy épült föl, hogy a közelmúltban megjelent csak a Szöveg című zenealbumunknak a legnépszerűbb dalait, valamint az elmúlt 19 év legnépszerűbb közönség által is slágernek keresztelt dalaitból állítunk össze egy csokrot, és ez képezi végül is a másfél órás műsorblokkot. Egy-egy koncert után közös fénykép készítésére, dedikálásra is jut mindig idő, hiszen ilyenkor érkeznek igazán pozitív, olykor érdekes visszajelzések a zenekarhoz. Olyanról is tudunk, hogy egy koncert követően összeismerkedett két fiatal, és a végén házasság lett belőle, sőt gyermek is született, és egyértelműen az ismerős arcoknak tudhatták be, hát nyilván meg a kölcsönös szimpátiának, de lehetőség van arra természetesen, hogy a előadás után találkozunk a közönséggel, értem ez alatt, hogy dedikáljuk a fotókat, közös fotókat készítünk. A jegyek nagy részét már elkapkodták, de még be lehet tervezni péntek estére ezt a programot, hiszen a TDM irodában délután azt a felvilágosítást kaptuk, hogy lehet jegyet vásárolni az ismerős arcok koncertjére.